Még tavaly decemberben tett feljelentést egy dombóvári férfi, ugyanis néhány nappal korábban valaki a nevében felhívta a háziorvosát, hogy gerincfájdalmai vannak, és szeretne egy gyógyszert feliratni. Ezt azzal indokolta, hogy vidéken tartózkodik, de ott nem tud orvoshoz menni. Később a férfi édesanyja ugyanehhez az orvoshoz ment ellátásra, és tőle kérdezte meg a doktornő, ahol sértett hogy létét. Ekkor derült fény arra, hogy valaki az adataival visszaélt, csalás történt. A dombovári nyomozók adatgyűjtésbe kezdtek, és a beszerzett bizonyítékok alapján 2023. február 13-án elfogták Dalmandon azt a férfit, aki a visszaélésekkel gyanúsítható. A férfi a rendőröknek beismerte, összesen 6 ember adatait használta fel, hogy gyógyszerhez jusson. Állítása szerint évekkel ezelőtt gerincsérvel műtötték, majd hosszú ideig kezelés alatt állt, ami miatt függővé vált. Időközben új körzetbe jelentkezett át, de ott már nem kapott receptet, ezért csak mások adatait felhasználva tudta beszerezni a készítményt. A csaló többnyire a közösségi oldalakról jutott a sértettek információihoz. Elsősorban kisebb településen lakókat választott ki, ahol csak egyházi orvos van. Elmondta, hogy elhagyta a tajkártyáját, emiatt szeretne egy gyógyszert feliratni, ehhez kéri a segítséget. Az így megszerzett számok alapján pedig a TB jogosultságot igazolva más emberek nevére iratta fel ezeket a vényköteles gyógyszereket, majd más-más gyógyszertárba váltotta ki őket. Az elfogásakor is éppen Dalmandon egy gyógyszertárból jött ki. Az eljárást személyes adattal való visszaélés vétsége miatt a dombóvári rendőrkapitányság folytatja le.